Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás. 2022. március 29-e, kedd van, 16 óra 45 perc. A mai vendégünk majd dr. Csat Magdolna közgazdász lesz, aki egyúttal egyetemi tanár is, és az orosz-ukrán háború gazdasági hatásairól fogunk beszélgetni. Előtte azonban a legfrissebb hírek, és arra kérek mindenkit, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A legfrissebb hírek előtt azt még elmondanám, hogy látom, hogy a YouTube tényleg korlátozza az eléréseinket. Van az, hogy mennyire ajánlja ki a tartalmainkat, és ez a felére esett vissza az elmúlt egy héthez képest. Ezért arra kérünk mindenkit, hogy iratkozzanak fel, hiszen az értesítések nagyjából működnek, illetve az értesítéseknél is be lehet állítani, hogy minden videóról kérnek értesítést, vagy csak személyre szabottan. Ha minden videóról kérnek, akkor természetesen még több ilyet fognak kapni, és reméljük, hogy majd túl leszünk ezen a nehéz időszakon is. És akkor az egyik legfontosabb hír, hogy ma béketárgyalások voltak Törökországban, ami sokak szerint példátlan előrelépést jelenthet. Ugye az orosz hadvezetés pénteken bejelentette, hogy a különleges művelet első szakasza véget ért, és ezután a Donbass felszabadítására, azaz megszállására fognak koncentrálni. Az orosz hadsereg továbbra is eddig Ukrajna teljes területét támadja. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy Ukrajna kész kompromisszumot kötni Oroszországgal a katonai semlegesség és egyes területek vonatkozásában. Ez azonban, ezt még akkor múlt héten így mondta, hogy csak is népszavazás útján rendezhető. Aztán tegnap este az ukrán küldöttség is megérkezett Isztambulba, hogy tárgyaljon Moszkva képviselőivel. Dmytro Kuleba, ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Ukrajna fő célkitűzése a március 29-én, azaz ma kezdődő törökországi tárgyalásokon a tűzszünet elérése Oroszországgal. Az orosz védelmi minisztérium, és itt van egy nagyon fontos mondat, hogy az orosz védelmi minisztérium úgy döntött, hogy alapvetően csökkenti a katonai tevékenységet Kijev és Csernyiv irányában. A török külügyminiszter időközben közölte, hogy az eddigi legjelentősebb előrelépés történhetett az orosz-ukrán tűzszüneti tárgyalásokon. Az ukránok nyitottak lehetnek olyan biztonsági garanciákra, amelyek nem tartalmazzák a Krímet és a szeparatisták által ellenőrzött Donbaszt. Lehet esély arra is, hogy Oroszország engedi Ukrajnának, hogy belépjen az Európai Unióba, ha a NATO-ba vagy más katonai szövetségi rendszerbe nem lép be. Aztán közben Nikolaj Pankov, az orosz védelmi miniszter helyettes bejelentette, hogy Oroszország úgy döntött, amit már az előbb is mondtunk, hogy drasztikusan elkezdi csökkenteni a katonai tevékenységét Kijev és Csernyihív környékén, bár az elmúlt napok orosz nyilatkozatai optimizmusra adnak okot, a nyugati vezetők arra figyelmeztetnek, hogy csak akkor kell komolyan venni az orosz kijelentéseket, amikor valós intézkedéseket látunk a katonai erők csökkentésére Ukrajnában. Itt tartunk most, és fogjuk is elemezni majd biztonságpolitikai szakértőkkel a holnapi nap folyamán is, illetve hát egész héten, hogy ezek függvényében mi várható, most viszont gazdaság. A vonalban pedig dr. Csat Magdolna, közgazdász, egyetemi tanár. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Mikor legutoljára beszéltünk különböző gazdasági kihívásokról, akkor még nem volt háború Oroszország és Ukrajna között, azóta sok minden történt. Ma arra lennék elsősorban kíváncsi, hogy Magyarországot miként érinti ez a háború, illetve hogy vannak-e, lehetnek-e olyan kitörési pontok, amely mentén Magyarország akár még jól is kijöhet ebből az egész konfliktusból. Szóval akkor kezdjük az elején, hogy látja, mennyire kitett a magyar gazdaság jelenleg a körülöttünk zajló háborús eseményeknek? Hát az igazság az, hogy eléggé kitett, több okból kifolyólag is. Egyrészt az Európai Unió tagjaként nekünk is el kell fogadnunk azokat a megszorításokat, azokat a korlátozásokat, amelyeket az orosz export-importtal kapcsolatban az Európai Unió bevezet. Ez azt jelenti, hogy például azok a magyar cégek, amelyeknek jelentős exportpiaca Oroszország, azok hát azonnal, szinte azonnal kellene, hogy új piacot keressenek. Ez meg tudjuk, hogy az üzleti világban így, nem így történik, hogy egyik percről a másikra egy új országba át tudom terelni az export tevékenységemet. A másik dolog, hogy import szempontjából is eléggé fontos nekünk az orosz piac, és nem csak arra gondolok, hogy a gáz és az olaj jelentős része Magyarországon, Oroszországból jön, hanem arra is, hogy vannak olyan alapanyagok, részegységek, nyersanyagok és így tovább,
tovább, amelyek nagyon fontosak a magyar gazdaság működéséhez. Például nagyon fontosak a műtrágyagyártáshoz, és ugye tudjuk, hogy a műtrágya meg fontos a mezőgazdasághoz. És akkor talán még azt lehetne megemlíteni, hogy a magyar gazdaságnak van egy olyan sajátossága, hogy eléggé energiaigényes maga a gazdasági szerkezet. Tehát nagyon sok olyan vállalat van Magyarországon, amely vállalatok működéséhez nagyon-nagyon sok energia kell. Mondjuk egy informatikus működéséhez, egy informatikai cég működéséhez nem kell, de egy összeszerelő üzemhez rengeteg energia kell. Tehát már abból kifolyólag, hogy a magyar gazdaság szerkezete az olyan, hogy nagyon sok az energiaigényes ágazat, illetve vállalat, és hogyha az energia drágul, vagy a megszerzése nehézségekbe ütközik, nem lehet nagyon könnyen alternatív forrásokat találni. Tehát ránk minden ugyanúgy hat, minden olyan negatív következmény, mint mondjuk az Európai Unió többi országára, csak van néhány gyenge pontunk, ami miatt ránk esetleg még jobban hat. Ugye itt megemlíthetjük a Magyarországon működő láncokat, termelési láncokat, értékláncokat, amelyeknek a tevékenységét eleve megzavarta a pandémia, és a helyzet az, hogy a háború egy lapáttal erre még rátesz, mert lelassulnak a közlekedési folyamatok, drágul a kereskedelmi mozgás, tehát mondjuk a kereskedelem, a világkereskedelem 80% a konténereken keresztül történik, a tengereken keresztül történik, és például ezek a szállítások iszonyúan megdrágultak, és ezért azok a láncok, amelyek Magyarországon működnek, nehezebben, drágában kapják meg a részegységeket, és ilyen módon a Magyarországon működő láncoknak a működése is nehezedik. Tehát nagyon sok negatív hatás van, egy pozitívumot viszont meg szeretnék említeni, ez a magyar mezőgazdaság. A mezőgazdasági termékekre mindig nagy szükség van, pillanatnyilag hiányok vannak kialakulóban az élelmiszeriparban, nem csak azért, mert a gabona jelentős részét, 25-30%-át az oroszok és az ukránok adják el a világpiacon, és ez most nyilván meg fog nehezedni, de azért is, mert nagyon sok ország nem képes megfelelő mennyiségi élelmiszert előállítani, importálják, és az import utak megnehezednek. Na most Magyarországnak ez tulajdonképpen lehetőség, ugye úgy szokták fogalmazni, hogy Magyarországon a mezőgazdaság sokkal nagyobb teljesítménynek képes, mint amennyit a magyar lakosság igényel, tehát nekünk itt tulajdonképpen nagyon komoly esélyeink vannak. Megemlíteném, hogy most jelent meg az Eurostatnak egy nagyon érdekes elemzése, amely szintén arra helyezte a hangsúlyt, hogy azok az országok, ahol a mezőgazdaság jó állapotban van, erős, színvonalas mezőgazdaság van, azok még jól is járhatnak ebből a háborús helyzetből, ha egyáltalán szabad ilyet mondani, egy háborús helyzetből valaki jól leáll. Igen, de talán mégiscsak fontos ezzel foglalkozni, hogy a saját országunk hogyan, tehát a saját országunkban hogy alakulnak ezek a történetek, és említette a mezőgazdaságot, viszont bennem meg az a kérdés merül fel, hogy a kapacitásunk megvan rá, de a tényleges képességünk is megvan rá, tehát hogyha most holnaptól sokkal több gabonát rendelnének tőlünk, akkor azt meg tudnánk termelni, le tudnánk szállítani, vagy ez csak elvben létezik? Hát azt mondják, ugye, hogy a magyar termőföld az egy nagyon nagy erőssége az országnak, és a mezőgazdasági tudás is megvan. Nyilvánvaló technológiailag talán nem vagyunk annyira fejlettek, mint mondjuk néhány fejlettebb mezőgazdaság, nagyobb termelékenységgel működő mezőgazdaság más országokban, de én nem gondolom, hogy a lemaradás olyan óriási lenne. Ugye azt szokták mondani, hogy digitalizációban talán mi jobban le vagyunk maradva, de valójában ez hatékonysági kérdés, és nem mennyiségi kérdés. Tehát mennyiséget le lehet gyártani, de nem mindegy, hogy milyen költségekkel. Tehát lehet, hogy mi a költség oldalon gyengébbek vagyunk, de attól még az eredményt el tudjuk érni, tehát a mennyiséget el tudjuk érni gabonából, vagy egyéb terményekből. De akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy jelenleg túltermelés van? Mert nekem az a furcsa, hogy eddig ennyit termeltünk, akkor jövő héten hogyan fogunk sokkal többet termelni? Hát én persze a föld adottság, hogy mennyit lehet bevetni, az nyilván adottság, és ugye eddig is a magyar mezőgazdaság jelentős mennyiséget exportált.
Tehát a magyar mezőgazdaság, jó, importálunk is, de exportálunk is, élelmiszert is, meg nem feldolgozott mezőgazdasági termékeket is. Ez egyébként megjegyzem nem jó, mert sokkal értelmesebb dolog feldolgozott termékeket eladni, mint nyersanyagot, és ugye ebben még azért vannak problémáink, ez pont a technológiákra vezethető vissza, amit ugye az előbb említettünk. Én azt gondolom, ez nem probléma, hát vannak olyan országok, amelyek meg másban jobbak, és ilyen módon sokkal többet állítanak elő más termékből, mint amennyi a hazai piacra kellene, mert hát erről szól a világgazdaság, hogy amit én hatékonyabban tudok előállítani, vagy jobbak az adottságaim, mint mondjuk a megművelhető termőföldnek a mennyisége. Azt miért ne csinálnánk, akkor abból többet is adjuk el azoknak az országoknak, amely országok nem képesek erre. Ugye annak idején ez a komparatív előnyöknek a filozófiája volt, amit ugye Ricardo fogalmazott meg valamikor. Ezzel nincsen semmi gond, hát nem kell olyan termékekkel erőlködni, amelyeknek a előállítására nem nincsen meg a tudás, nincsen meg a technológia, hanem azt kell csinálni, amit jobban tudunk csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar az kulcsfontosságú, de mondok másik ágazatot is. Igaz, hogy a rendszerváltás borzalmasan megszakította a tevékenységét, de kicsit azért mára már helyreállt ez a gyógyszeripar. Gyógyszerre is mindig szükség van. A magyar gyógyszeripar egy olyan ágazat, amely a V4-eken belül, tehát a V4 országokon belül egyedül export többletet állít elő, tehát kevesebbet importálunk, mint amennyit eladunk külföldre. Tehát ez is egy olyan ágazat, amely tulajdonképpen olyan termékeket állít elő, amely termékekre állandóan szükség van, és sajnos krízishelyzetben meg még inkább szükség van. És ez is egy erős pontja tulajdonképpen. És látom, hogy van egy csomó ilyen kiegészítő szolgáltatása a gyógyszeriparnak. Például Vas megyében van egy ampullagyár, ahova a koronavírus elleni védőoltás vagy oltást is ezekbe az ampullákba teszik bele, akkor tisztító berendezések. Tehát, hogy ezek köré még épül is ráadásul egy csomó másik termék is. Hát jó benne, ha nem csak az ampullát gyártanánk, hanem azt is mi gyártanánk, ami belekerül. Most ugye ez is alakul elvileg Debrecenben, vagy Monoron lesz talán ilyen. Hát valamikor volt nekünk azért Gödöllőn egy olyan vakcinagyárunk, amely most, ha meg lenne, akkor nem kéne újat építeni, de ugye nem akarok belemenni abba, hogy milyen módon privatizáltak meg, tettek tönkre Magyarországon gyárakat. Ez is egy olyan történet volt, a gödöllői vakcinagyár, meg ugye vérkészítményekkel is foglalkozott, de lényeg az, hogy igen, valóban a tulajdonképpen a gyógyszeripar az egy erős pontnak tekinthető Magyarországon. Mondok még egyet, az informatikai ágazat is tulajdonképpen lehetne erősebb, mert a hazai megtermelt bruttó hozzáadott értéknek körülbelül 5,2%-át teszi ki csak az informatika. Igaz, ez a V4-ek között nem rossz érték, de ha mondjuk az északi skandináv országokat nézzük, ott például 8-9-10%-os értékeket látunk. Ez is egy olyan tevékenység, amely ma a robotizáció, automatizáció korában tulajdonképpen egy kulcsfontosságú ágazat, minden ágazat használja az eredményeit, az összes többi, például a mezőgazdaság is. És ugye ebben is van némi lehetőség nálunk, nyilván kicsit jobban meg kéne ezt az ágazatot is erősíteni. Viszont azt látom, hogy akik ebben dolgoznak, azok viszonylag egy kiszámítható és stabil életpályával rendelkeznek, az én családomban például többen vannak ebben az ágazatban, és az is látszik, hogy kicsit úgy tűnik, mintha erről a terület, ezen a területen soha nem lenne elég ember, tehát bőven van munkalehetőség, versenyképes munkahelyet keresni, stb. Stb. És tegyük hozzá, hogy rendkívül jó fizető munkahelyekről van szó, ez sem mindegy, hogy mennyi pénzt keresnek a magyar emberek, és én azt gondolom, hogy ez egyike a jövő ágazatainak, tehát ilyen módon mindenképpen érdemes ebbe befektetni, és ezeket a cégeket helyzetbe hozni. Hozzáteszem, hogy nagyon fontos, hogy az informatika területén többségében magyar vállalatok működnek, és ugye ilyenkor ennek is megnő a jelentősége, hogy a hazai vállalatok legyenek erősek, mert ugye a hazai vállalat helyben tevékenykedik, helyben adózik, és helyben használja fel valószínűleg a létrejött új értéket, a profitot, tehát ilyenkor az is nagyon fontos, hogy az ország gazdaságán belül minél erősebbek legyenek a nemzeti tulajdonban lévő vállalatok.
Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy mire lehet számítani a következő időszakban. 2008-ban volt egy világgazdasági válság, aztán a koronavírus járvány idején már mondták, hogy na, ebből biztos válság lesz. Egyrészt érdekelne a véleménye, hogy ön szerint lett-e, és most meg az orosz-ukrán háború kapcsán mondják azt, hogy ezért ez a háború jóval túlmutat Oroszországon és Ukrajnán, és akár ebből is egy komoly gazdasági krízis várható. Ön mire számít? Lesz válság? Van válság? Hát én azt gondolom, hogy már van, tehát azt látjuk, hogy egy óriási átalakulás zajlik a világban már egy ideje, és ez már a pandémia idején is látszódott, sőt, egy kicsit már előtte is, mert ha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy a pandémia előtt már volt némi megtorpanás a világgazdaságban, és aztán utána a válság itt borzalmas nagy erővel erre még rátelepült, és ugye most pedig a háború meg nagyon nagy átalakulásokat fog egészen biztos eredményezni. Itt geopolitikai, gazdasági átalakulások zajlanak, ezeknek a látszat, amiket látunk, azoknak a háta mögött, a hátterében. Ugye egyik dolog, amiről tudunk, az, hogy a világ szeretne átállni a nem megújuló erőforrások használatáról a megújulóra, és itt nyilván más-más érdekei vannak az egyes országoknak, hiszen azok az országok, mint például Oroszország, amelyek nem megújuló erőforrásokkal, vagy nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő alatt megújuló erőforrásokkal rendelkeznek, mint az olaj meg a gáz, azok nyilván hátrányba kerülnek akkor, hogyha előre fut a másik ágazat, tehát a megújuló erőforrások, szél, mit tudom én, a víz, és így tovább. És ez más cégeknek ad lehetőséget. Tehát itt a üzleti világ is ezzel átrendeződik. Csak ez a folyamat borzalmas lassan zajlik, és ráadásul azzal, hogy a háború kitört, és gondok lettek a gáz meg az olaj szállítással, ugye óriási infláció lett ennek a következménye. Hát kétszámjegyű infláció van egyes Európai Uniós országokban. Például a legutóbbi adat, amit én láttam, az Litvániában 14%, Észországban több mint 12,4%. Tehát itt minél jobban függ egy ország a külvilágtól, és a külvilágban nagy változások vannak, annál inkább nem tudja kivédeni az infláció növekedését. Ugye ez az egyik dolog. A másik, hogy a technológiáknak a terjedése. Ugye nem akarok belemenni a háborús dolgokba, mert nem is értek hozzá, de azért ott is a technológiák is azért megmutatkoznak, hogy melyik fél milyen új korszerű technológiát vedd be a háború során, tehát itt bizonyos technológiáknak a kipróbálása is zajlik tulajdonképpen, és ugye azt látjuk, hogy különböző cégek gyártják ezeket a technológiákat, és most ugye halljuk, hogy az Európai Unióban szóba került az, hogy a költségvetésből nagyobb összegeket fordítani a katonaság megerősítésére, a hadiparra, és így tovább. Ugye ez megint különböző cégeknek jelent előnyöket, amely cégek ilyen termékeket eladnak, gyártanak mondjuk az Egyesült Államok. Például nyilván el tud adni korszerű fegyvereket az Európai Uniónak. Tehát itt a háttérben én azt gondolom, gazdasági mozgásokat is érzékelni lehet. Egyes cégek jól járnak ezzel, más cégek nem járnak jól, és ezt értem azon, hogy egy átrendeződés is van, hogy mi lesz majd a versenyképes tevékenység, és ugye megjegyzem, Európai Uniónál az az óriási nagy gond, hogy versenyképességben már most is le van maradva, még a legfejlettebb országa is le vannak tulajdonképpen maradva, a német gazdaságnak is problémái vannak, ugye erőteljesen az autóiparra támaszkodik, és nem fejlődött eléggé az összes többi ágazata, amely ágazatok máshol viszont erősen fejlődtek az Egyesült Államokban, vagy akár Kínában. És ugyanakkor meg az autóipar egy olyan ipar, amely borzalmasan kitett a bizonytalanságnak, ha például nem lehet félvezetőt kapni, nem lehet csipet kapni, akkor abban a pillanatban bajba kerül, vagy a akkumulátorhoz nem lehet mondjuk a szükséges fémeket megszerezni, mondjuk egy nikkel kell a katalizátorhoz, palládium kell, ezek Oroszországban vannak, tehát egy nagyon-nagyon érzékeny ágazata erős a német gazdaságnak, nem annyira erős az a szelete, amely viszont máshol erős és korszerű ágazat, tehát a informatika, a
mesterséges intelligencia és így tovább. Na most az Európai Uniónak óriási versenyképesség javítása lenne szüksége, be kéne fektetni az új területekbe, viszont hogyha a költségvetés jelentős része majd elmegy a hadipar fejlesztésére, akkor nem fog elég jutni arra, hogy egyébként a többi ágazatokban a versenyképességét javítsa. Tehát hosszabb távon az is egy veszélyhelyzet szerintem, hogy nemhogy fel tudna zárkozni az Európai Unió a többi előrefutó régióhoz, országhoz, ugye Ázsiát szoktuk emlegetni, mint egy előrefutó régiót, hanem elképzelhető, hogy stagnálni fog a versenyképessége, ami egyben életszínvonal problémával jár együtt. Nem sajnáljuk az Európai Uniós országok állampolgárait, nyilván jobban élnek, de saját magukhoz képest csökkenhet az életszínvonaluk, ami meg társadalmi problémákat előhozhat. Úgyhogy eléggé bonyolult a helyzet, azt hiszem, és nagyon nagy szükség lenne bölcs Európai Uniós vezetőkre, ugye nem akarok ebbe belemenni, hogy ugye látjuk, hogy itt a kezdeményezést megint nem az Európai Unió vezetőinél látjuk, hanem sokkal inkább az amerikaiak próbálják itt a helyzetet valahogy igazgatni. Hát igen, csak az amerikaiak esetében meg azt látom, hogy a helyzet gazdasági igazítása nagyjából abból áll, hogy akkor vegyetek tőlünk palagázt, és akkor majd minden jó lesz. Így van, erről van szó. Hát ugye az előbb próbáltam ezt finoman körbeírni, hogy itt valakinek haszna van ebből, valakinek nem. Ugye egy elemzés megjelent arról, talán az IMF-nek az elemzése volt, hogy a legkisebb problémát ez a háború a gazdasági szempontból az Egyesült Államoknak és Kanadának fog okozni, hiszen nincs olyan nagy kereskedelmi kapcsolatuk az oroszokkal, és ugye érdekes, hogy zárjuk el a gázcsapot, zárjuk el az olajcsapot, és így tovább ötlet, az jól hangzik, csak ugye megnézzük, hogy az Egyesült Államok az oroszoktól körülbelül 8%-át veszi meg a teljes gáz szükségletének, ugye ezt nem nehéz elzárni, és olajból meg semmit nem vásárol. Uránt meg ezután is vehet az atomerőművekhez. Igen, azt ugye sem egyre megoldotta. Tehát igen, ez az, amikor azt mondtam, hogy ilyen világgazdasági átrendeződés, vagy ugye helykeresés, ki legyen a fővezető a világgazdaságban, ugye ez érződik most, és hát én azt gondolom, hogy nem ártana, ha az Európai Unió itt meg tudna a közelben lévő országokkal úgy, például Oroszországgal is úgy egyezni, hogy azért ez az európai gazdaságnak a jövőjét ne veszélyeztesse. Egy pillanatra még visszatérve a válságra, mert ugye sok minden elhangzott, de ezek elsősorban inkább a különböző ágazatokról, nemzetekről beszélt, és aztán azt mondta, hogy ezek érinthetik hátrányosan az egyéneket, embereket is. Ugye amikor 2008-ban elindult a válság, az a bankrendszernek a válsága volt, ami azért aztán elég gyorsan közvetlenül is érintette az embereket. Ezeknél a szektoroknál is ennyire gyors lehet a hatás? Vagy ugyanilyen a hatás? Hát ugye a pénzügyi piacokon is elég nagy zűrzavar uralkodik, ugye az oroszokat megpróbálták a teljes nemzetközi pénzrendszerből kizárni, de hát úgy néz ki, hogy valami megoldást csak találtak, mert ugye néhány nappal ezelőtt volt egy aktuális hitel kamatfizetési kötelezettség az oroszoknak, és ugye azt várták, hogy bedől az orosz gazdaság, csődbe kerül, mert nem tud fizetni, és valami érdekes dolog folytán fizetett. Tehát, de ez nem jelenti azt, hogy rend lenne a pénzpiacokon. Ugye, amit szeretnék megemlíteni, az az, hogy eddig is nagyon nagy volt az adósságszint egy csomó országban, csak egy példát mondjuk, Görögországban 200%-os az adósság a GDP-hez mérve, tehát gyakorlatilag kétszer akkora a hitelük, mint amennyit termelnek, mint amennyi az egész ország egyéves termelése, de nem jobb ez a spanyoloknál, portugáloknál sem, vagy az olaszoknál sem. Na most ezeket a eladósodott országokat, ugye, hát nem lesz könnyű rendbehozni, már pedig előbb-utóbb valahogy rendbe kéne hozni, és akkor a nagy kérdés az, hogy honnan lesznek bevételek, hogyan lehet a hiányokat, mert nyilván államháztartási hiányok is nagyon megugrottak, hogyan lehet betömni a lukakat. És ugye az a nagy gond, hogy a fejlődő országoknál ugyanez a helyzet, hogy nagyon el vannak adósodva, és valószínű a pénz drágulni fog. Ugye látjuk, a kamatok mennek fölfelé, ugye a bankok próbálják az inflációt kordában tartani, ennek az egyik eszköze az, hogy megemelik az alapkamatokat. Ez azt jelenti, hogy drágább lesz
pénzhez jutni, ugye ezeket a magas hitel szinteket állandóan ugye karban kell tartani, újra kell pénzt felvenni ahhoz, hogy, hogy fizetni lehessen, és ez drágulni fog. Tehát ugye többen mondják, hogy elképzelhető egy hasonló, mint a 2007-2008-as évek esetén egy, hát valamiféle pénzügyi, a válság szó talán nem jó használni, de valami pénzügyi turbulencia előfordul, amelyben a kevésbé fejlett országok járnak rosszul, mert drágában fognak hitelt kapni, és drágában tudják a meglévő hitelállományokat is tovább fenntartani. Tehát még ez is egy újabb probléma, és ugye beszélnek arról is, ami hát van akinek az a véleménye, hogy van ilyen veszély, van akinek az, hogy nem, hogy minek után drágul a pénz, minek után az emberek is megérzik az infláció és az egyéb bizonytalanságok miatt a vásárlásokban a gondokat, tehát csökkenni fog az emberek vásárlása, ilyen módon csökkenhet a termelés, és ebből az következhet, hogy egy, hát ha nem is kimondottan stagnálás, de lelassulás a világgazdaságban mindenképpen bekövetkezik, miközben magas az infláció, és ugye erre mondják azt, hogy stagfláció a lehető legrosszabb kombináció, hogy nincs gazdasági növekedés, ugyanakkor magas az infláció, és ez rendkívül komoly társadalmi feszültségeket tud előidézni. Vannak, akik ezt valószínűsítik, hogy az Európai Unióban, főleg az eurozónában erre sor kerülhet. Tehát az a helyzet, hogy nagyon kevés dolgot tudunk, csak érzékelünk különböző folyamatokat, és különböző veszélyhelyzeteket, és ez is egy ilyen, hogy a gazdaságok is lelassulnak. Egyébként a gazdaság lelassulását a magas infláció szint is sajnos támogatja, és szintén az IMF nem régiben azt jósolta, de az OECD is, hogy 1,5-2%-os világgazdasági növekedés csökkenés várható, ugyanakkor ebben az évben, 22-ben még nem fognak az inflációs adatok lejjebb jönni. És ugye ez egy nem jó hír a gazdaságok számára. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, hogy egy átlagember, aki most ezt hallgatja, hogyan tud erre felkészülni? Hát ez a nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy egyáltalán az átlagember mit tud tenni. Én azt gondolom, hogy valóban ugye nem lehet tudni, kinek mennyi tartaléka van, és ugye nem mindegy, hogy mit csinál a tartalékával, és az sem mindegy, hogy mennyire költekezik. Tehát azt gondolom, hogy hát most én magam is azt mondom, ami nem tesz jót a gazdaságnak, hogy valószínű a visszafogottság, a takarékoskodás, a józanság az nagyon fontos ebben a helyzetben. Hát olyan nagyon sokat a gazdasággal kapcsolatban sajnos az egyén nem nagyon tud tenni. Ugye arra gondol mindenki csak, hogy szeretné, hogyha a munkahelye megmaradna, mert ugye ha lelassulnak a gazdaságok, akkor az néha azzal is együtt jár, hogy munkanélküliség az elkezd megnövekedni. És hát én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon-nagyon fontos az, hogy a munkahelyek megmaradjanak, de ezen én vagy ön nem sokat tudunk sajnos javítani ezen a helyzeten, mert nem mi vagyunk abban a döntési pozícióban, amely a gazdaságokra nagy hatással van. Én azt gondolom, hogy a mérsékletesség, a meggondoltság, a költekezéseknél az óvatosság az ilyen helyzetben nagyon jót tesz, meg ha valakinek mégiscsak van tartaléka, akkor nagyon meg kell gondolni, hogy azzal mit csinál, hogy ne nagyon csökkenjen a tartalékainak az értéke, nem, hogy azt mondják, hogyha valaki nem jól gazdálkodik a tartalékaival, akkor egy ilyen helyzetben, ami most is van, akár a 30%-ára is az értéke lecsökkenhet, mondjuk, hogyha készpénzt tart otthon, mondjuk példaként mondom. Hűha. Hát köszönjük szépen ezeket a tanácsokat is, meg az egész beszélgetést is. Dr. Csatmár Dolna volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Viszontlátásra.